Jó, akkor a Niki fogja kezdeni. Hát én először is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönjük szépen ezt a kitartó türelmet, hogy még itt az utolsó etapban is velünk tartotok. Én csak egy nagyon-nagyon kis rövid információt még szeretnék átadni, hiszen van nekem egy nagyon-nagyon jó barátnőm, aki egy nagyon nagy szakmabeli. Ugye őt úgy hívják, hogy Fekete Zsuzsi, és mindenkit üdvözöl, sajnálja, hogy nem lehet itt, de csak idézőjelben sajnálja, hiszen egy óriási örömhírünk van, hogy megszületett Zsuzsi második kisbabája, Fruzsina, és őt is most megmutatom nektek itt kamerába, jó? Ennyi. És akkor szerintem kanyarodjunk vissza a körmökhöz. Én egy royal zselés díszítést fogok készíteni, mégpedig az új royal zseléket fogom használni. Hát ugye azt az előadás címet adtuk ennek a körömnek, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus, rusztikus díszítés, és hát nem tudom, azért megmutatom előre, hogy mi fog itt készülni. Egy porcelán alapot építettünk, mégpedig egy pipe-ot. Nagyon szeretek pipe körömre dolgozni, hiszen így van felületem ahhoz, hogy díszítsek. Hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy közbeszólok. Ez hány darab sablomból raktad össze, vagy én nem tudom, én még életben nem láttam ilyen hosszú körmöt, mert sajnos én amikor csináltam is a klasszikusabb formáknál és méreteknél ragadtam, de ezt hogy? Semmi különös egyébként, csak ezt a pillangó sablont, ezt a kis korongot egy picit előrébb helyeztem, és ezzel kaptam egy hossz, és annak a hosszát, teljes hosszát. Egyébként 5 cm a köröm. De ezzel így életben egyébként nem lehet úgy semmit csinálni, nem? Vagy van? Én hordtam egy-két hétig ezt a hosszt, mert és ugye a mosogatás az hogy megy? Az ezzel. Tessék? A mosogatás az hogy megy ezzel? Sícsúgy, meg a főzés is, csak egyszerűen nem... Rövid köröm alól takarítunk, hanem négyzetméterből szedjük ki a körömkefével a cuccot. Jó? Úgyhogy mindent lehet vele csinálni. Gyönyörű egyébként. Na, úgyhogy én ezt fogom elkezdeni. Az új R66-osat fogom használni alapnak, amit ki fogok keverni, itt jól látszik a papíron. Picit arrébb viszem a zseléket, hogy tudjam keverni. Tehát ezt a fehéret, ami nekem most egy... Megawide film, én pedig ezt nagyon szeretem, tehát így most láthattátok, Twixi a gigafehéret és a royal fehéret használja, én meg a megawide-ot és a royal fehéret fogom még használni. Ebből kikeverek egy ilyen közép, hát ilyen közép rózsaszínes szint, ez fogja nekem a virágom alapját képezni. Egy matt topgélt használtam, ezért matt a felület, és ugye a royal zselének az a nagyon-nagyon fantasztikus tulajdonsága van, hogy bármilyen felületre megtapad, kivétel a zsíros felület, úgyhogy nem kell semmit se alátennem, és rögtön tudom rá festeni a mintát. Szerintem Melinda nyugodtan. Jó. Jó? Osztott képernyővel jók vagyunk. Jó, Melinda... Egyébként egy háromdimenziós rusztikus ékszerhatást fog bemutatni transferfóliával, az új transferfólia zselével. Mi az, amit eddig készítettél? Ugye egy picit idő hiányában, én is köszöntök mindenkit, és egy picit idő hiányában én megépítettem egy alapot Marilyn formának megfelelően, ugye ami egy szűkülő kocka forma, és Rocky Cover Light Gel-lel építettem egy körömágy hosszabbítást, illetve a Builder Pink Renewed építő rózsaszín zselénkkel pedig egy körömágy magasítást, és megleszeltem a mosolyvonalat, illetve a felületet, és most egy Full Diamond 5-ös színnel fogok egy szabad szélt készíteni. Majd be fogom fedni clear anyaggal, és... össze fogom reszelni. Na most nem tudom, nem láttuk még a többi körmét a modellnek, de igazából ezt a szabad szélt hagyhatna átlátszóan is, de így, hogy alárakunk egy hasonló szint, mint ami majd transferfólia fog a tetejére kerülni, így azt a hatást fogjuk elérni, mivel hosszú a köröm, hogy alulról is
lesz egy felületi hatása, vagyis egy színe, illetve fölül is a transferfólia zselé is fog majd kiadni nekünk egy felületet. Jó, engem ez nagyon érdekel egyébként, hogy hogy fogjuk ezt a fóliát felrakni, mert már olvastam a katalógusba újdonságként, és még sajnos nincsen róla tudomásom. Ugye kíváncsian várom. Hát megmondom őszintén, hogy nagyon egyszerű. Akkor jó. Mondhatom azt, hogy egy perces minta, mert egy percre köt a zselé a lámpába, úgyhogy na jó, egy perc és mondjuk 10 másodperc, jó? Jó, oké. És a fólia az benne fog maradni egyébként az anyagba? Igen. Tehát, hogy itt nem veszünk ki semmit, nem. Ugye, mint az előzőkben a kígyósnál láthattuk. Nem, itt benne marad. Bele fog tapadni majd ebbe a zselénkbe, de hamarosan meg fogom mutatni. Rendben. Jó. Amíg köt a lámpában, addig átjövünk a Nikihez, és megnézzük, hogy ő most hol tart. Tehát megfestettük a virágnak az alapját, ami egy ilyen kicsi kis gombóc, egy ilyen kis labdaszerű forma, illetve az alsó szirmokat is. A zselés festésnél mindig az eleje egy ilyen kis pacának néz ki, és ahogy elkezdjük árnyékolni, úgy fog a virág nagyon szépen kijönni ebből a kis zselés pacából. Az első, amit csinálok, hogy ezt az R66-ot egy picit most kikevertem az 59-es barnával, és egy nagyon gondolatnyi feketét is tettem bele, ami ugye az R7-es, hogy sötétítsem, és ezt fogom ide először a közepébe tenni. Egy ilyen kicsit ilyen V alakba, hogy itt a közepét mélyítsem. Így. És fogok tenni, ajajaj. Mozog a rendszer. És még fogok ide is tenni a tövéhez, hiszen ezek a szirmok így kifelé borulnak, tehát ott biztos a tövénél nem fog fényt kapni, és ezért ott sötét kell, hogy legyen. Amilyen ecsetet használok, az egy mini 3D-s ecset, amit tökéletesen jó ezekhez a zselés festésekhez. De ugye az ág is ugyanilyen mini 3D-set használt a porcelánhoz, de mindannyiunknak van belőle legalább 2. Nekem mondjuk 3 is van, mert az akrilhoz is nagyon-nagyon jól lehet használni. Úgyhogy ezt a kis ecsetet nagyon-nagyon sok mindenre tudjátok használni. És miután kitöröltem az ecsetemet, ezt egy picit így hátrafelé, ilyen ütögető, lapogató mozdulatokkal elmosom ezt a sötétebb színt, és így már rögtön egy mélységet adok ennek a virágnak. Ugyanezt megteszem itt a szirmoknál alul is. Ugyanígy egy picit ilyen lapogató mozdulatokkal. Az előbb fáztam, de ide följöttem, olyan meleg van, hogy csak na. És ha ezzel megvagyok, akkor utána pedig le fogom tenni ezt az ecsetet, és a rövid nullással fogok tovább dolgozni. Egy ilyen 20 másodpercre betesszük a lámpába. Leteszem ezt az ecsetet, és használom a rövid nullás ecsetemet. Kicsit addig oda mehetünk a Melindához, amíg neked megvan ez a gyors köttetésed. Most fogok még reszelni, csak annyit szeretnék mutatni, az előbb nem láttátok, hogy a Marilyn formát én így raktam be, és így rögzítettem csipesz helyett a lámpában, ugyanis ugye csipeszemnek megvan az a tulajdonsága, hogy ugye mivel a Marilyn forma szűkülő forma, és hogyha a cév megtartó csipeszt rakjuk rá, akkor ugye azt párhuzamos formáknál a sarokpontokat tökéletesen rögzíti, viszont mivel a Marilyn formánk szűkül, ezért a csipeszünkkel ezt nagyon jól meg tudjuk tartani, ezt a szűkülő formát. Most össze fogom reszelni a felületet, és egy rózsaszín homokolt porcelán finomítóval fogom lefinomítani, és utána már csak a transfer zselé, illetve a transfer fólia fog következni. Na, én közben
nem kezdtem el úgy csinálni, ahogy egyébként szoktam, csak körbe rajzoltam azt a részt, ahol még most fogok dolgozni. Tehát fehérrel elkezdem ezt kiemelni. És utána fogok egy ilyen kis kikevert rózsaszint, illetve fehéret, és a nullás ecsettel elkezdem lenyomni, és a szirmokat egy picit így az erezetét kiemelni. Nem húzom teljesen végig, hanem inkább csak a felső részén. Tehát körülbelül két szín van az ecseten. Ezt nem elég majd egyszer megtenni, ezt kétszer fogjuk megcsinálni, de a következő résznél már csak fehéret fogok használni, hogy ott még világosabb legyen. Ezáltal kapja meg a virág az erezetét. Nullás ecset egyébként nagyon vékonynak tűnik, viszont hogyha lenyomjátok, akkor nagyon-nagyon szépen lehet vele ilyen szirmokat készíteni. Ez elég türelem munka, ahogy látom egyébként. Ez nem. Nem? Ennél van még türelem igényesebb is. És egyébként ez élőben hajszál vékony. Kivetítőn szerintem sokkal vastagabbnak tűnik ez a vonal, ez szabad szemmel alig látható. Egyébként én néztem az előadásokat, ugye elég sokszor azt láttam, hogy amit én az életben megnéztem köröm, sokkal vékonyabbnak tűntek a vonalak, mint a kivetítőn, de hát általában ez majdnem mindig így van. Illetve a másik, hogy a körmök a nagyon egy kicsit kisebbnek tűnnek a nagy kivetítőn, mint az életben. Kicsit így össze vannak nyomva. Szépen befelé meghúzzuk ezeket a... Lehet is gondolom látni, hogy ahogy rányomom az ecsetemet, akkor ilyen kicsit kilapul ez a nullás ecset. És meg lesznek a virágnak az erezetei, szirom erezetei. Megfordítod egy picit? Melinda azt mondja, hogy beöltözött, úgyhogy jöhetünk egy kicsit hozzá. Nagy nehezen. Mit fogsz jó, készíteni a körmök, most? A műtétre felkészültem. Jó, tehát látható ez a transferfólia zselénk. Ez fekete színben van, de igazából ez a fekete szín kell nekünk ahhoz, hogy rusztikus hatást tudjunk elérni. Ez a zselé, ez szinte ugyanúgy néz ki, mint az eddigi, akár a royal, akár a színes zselénk. Azzal a különbséggel, hogy minimális vagyis ragacsos felület marad a felületen, amiben pont ez a fóliánk bele fog nekünk ragadni, és a kötés ideje is ezáltal jóval kevesebb, úgyhogy egy perc alatt a lámpában teljesen meg fog kötni, vagyis hát annyira meg fog kötni, hogy a fóliánkat bele tudjuk nyomni. Egy hatos ecsettel felrajzolom a francia véget, ugye? Megpróbálok pontos lenni. Mennyire viszed fel ezt vékonyan? Hát annyira vékonyan kell felvinni, hogy pont igazából egységes legyen a felülete a feketének, és azért is jó, hogy aláraktam egy színt, mert ennek a színnek nem szabad átlátszódnia. Tehát úgy mondom, hogy egységes felületet kell kialakítanom vele, viszont egyáltalán, tehát hasonlóképpen, mint egy royal zselét például. És ha esetleg ez nem sikerülne teljesen úgy, hogy mondjuk belecsúszik, akkor ezt ki lehet törölni egy másik ecsettel esetleg? Igen, persze, egy tiszta ecsettel ezt ki tudom törölni. A fólia zselét egyébként az új katalógusnak a 14. oldalán találjátok meg, fölül, és alul vannak az új fóliák hozzá, amik chrome transfer fóliák. És akkor ezt egyből bele fogod rakni, vagy először azért megköttetem? Először megköttetem, tehát egy perc kötési idő a lámpában. Jó, mehet be. És azért is öltöztem be ehhez a művelethez, ugyanis felvettem egy gumikesztyűt mind a két kezemre, mert amire nagyon kell figyelni ezeknél a transferfóliáknál, hogy
nem lehet zsíros a felületet, csak akkor fog nekem a zselémbe beleragadni, hogyha a felülete egyáltalán nem zsíros, és ugye a gumikesztyünk által ezt ugye el fogjuk érni, hogy nem zsírozzuk be az ujjunkkal. Picit le fogok vágni. Mi a teendő, hogyha esetleg megfogtuk a transferfóliát kézzel? Hogyha esetleg megfogtuk kézzel a transferfóliát, akkor cleanseres papírral áttöröljük, és eltűnik a zsírossága, és bele fog ragadni a fóliánk a zselébe. Még egy picit rak vissza. Ilyenkor mi alapján látod, hogy még nem teljesen? Hát néztem az időt. Ja. Elfelejtettem a számolni, vagyis a matematikát. A kivonáshoz nem megy. Jó, és kivettem a lámpából. És mivel egy picit rusztikus hatást akarunk elérni, ezért a fóliát igazából darabonként fogom felhelyezni. Egy határozott mozdulattal rányomok, és leveszem a felületről. És arra kell figyelnem a fóliánál, hogy ahonnan ugye már eltávolítottam a fóliának a másik felét, ugye oda már nem menjek vissza, mert ha maradt is egy pici felület, ugye akkor azokat a kis darabokat fogom csak vissza a fóliára, vagyis a fóliával beletranszferálni a zselébe. Jó, és látjuk, hogy a felületen ugye megtörik a fólia ezáltal, hogy csak darabonként rakom bele, és egy picit olyan kopott, olyan ókori ruszt, vagy hát nem ókori, de rusztikus hatást ad neki. Jó, és még nem fogom visszarakni a lámpába, hanem még a zselémmel ugye nem csak szabad széli részt, nem csak felületet tudok kialakítani, hanem mintát is ugyanúgy. Úgyhogy egy nullás long ecsetet fogok használni, és a hátsó bőrredő elé fogok egy ilyen angyalszányszerű mintát felrajzolni. Egyébként ezen a fólián valahogy lehet finomítani, hogyha mondjuk túlságosan beleragadt, és ugye nagy az a felülete? Na, ezt most nem értem, hogy mire gondolok. Tehát arra gondolok, hogyha nem darabonként, és mondjuk teljesen rányomod a fóliát, és azon valahogy utána lehet finomítani, hogy mondjuk ezek a kis pöttyök kilátszódjanak, ami alatt igen, igen, már igen. Felkentél. Egy narancsfa pálcával úgymond le tudom kaparászni a felületről, mondjuk, hogyha ha még rusztikusabb hatást akarok elérni igen. vele. Bocsánat, rosszul tettem fel a kérdést. Jó, ugye ez is egy perc lesz a lámpában. És erre a mintára pedig egy arany fóliát fogok használni. Itt is egy percig köttetjük, így igaz? Van. Szerintem addig ide jövünk a Nikihez, megnézzük, hogy ő hol tart. Annyira le van finomítva már ez a minta, annyira nagyon szép. Megfestettem a leveleket, és most már a leveleket is árnyékolom. Nagyon-nagyon boldog voltam, amikor megláttam ezt az új royal zöldet, ezt az R65-öt, még nem tudom fejből az összeset. Dug be egy picit. Ez az az igazi zöld, amire eddig vágytam. Tehát ez az, amit nagyon-nagyon hiányzott már. Hallod, Zoli? Nem hallod, Zoli? Ez az a zöld, amire vártam. Picit vissza tudunk egy picit menni osztott képernyőbe, mert akkor megmutatnám az aranyat is. Ez az a zöld. Mondtam volna, Niki, hogy nagyon örülök, csak kimerült a mikrofonom.
Szóval ez az a zöld, amire vártál, ez a haragos, ez csúnya a, zöld, ami divatba jött. Ez oliva zöld, szépen. Ja, bocsánat, oliva. Ez az oliva. De egyébként, zöld. Ha ez a divat, akkor egy idő után mindenki ezt fogja használni. Uh-huh. Okay. Úgyhogy egészségedre. Köszi. Közben itt mondanám, hogy az aranyfóliát is belenyomtuk, vagy így nem van. Tudom, hogy mondjuk. Hát belenyomtuk. De, igen, de gyönyörű egyébként. Jó, és akkor igazából az én utolsó lépésem az egy követ fogok behelyezni, egy pirosat, egy nagyon picike kis fényzselével rakok. Ugye? Igen, Topsil Light-ot fogok használni. Zoli, egyébként szerettelek volna megkérdezni. Hallottam, hogy az előbb itt mondtad, hogy a Facebook oldaladra nyugodtan írjanak bármilyen szakmai kérdése. Egyébként te erre te magad válaszolsz? Vagy válaszolsz? Kedves vagy... Edina, vártam tőled megint egy vicces kérdést. Ezt nem tehát vannak szállom. Asszisztenseim, nagyon sok asszisztensem van. Volt, egyébként régen volt tényleg asszisztensem. Most már csak az okostelefonom asszisztál. Szoktam válaszolni mindenre, saját magam. Viszont nem szakmai kérdések szoktak elhangzani. Ha figyeltél volna kicsit jobban, kedves, akkor azt mondtam, hogy fejlesztésekkel kapcsolatos, egyébként ötleteket szoktam várni. Meg ha valahol nagyon jó házi buli van, azokra a meghívásokat. Értem. Oké. Okay. Nem, egyébként teljesen komolyan szántam a kérdést, csak azért, mert ugye a saját példámból kiindulva mostanában rengeteget kapok, ilyen leveleket, és mindig megkérdezik, hogy erre valóban én válaszolok, és valóban én válaszolok, és erre ezért voltam csak és kíváncsi. És milyen leveleket kapsz, mint szépségkirálynő? Hát rengeteget. De mivel kapcsolatos? A szépségápolással kapcsolatban is, akkor gratulációkat, rengeteget, és ezeket igazából úgy gondolom, hogy illik megköszönni, és sokan azt mondják egyébként, hogy úristen, de nagyon köszönik, hogy válaszoltam, mert hogy régi példából kiindulva, amikor írtak a lányoknak, állítólag nem válaszolnak, és hogy ezért teljesen istenítenek, és ezért kérdeztelek csak téged is, hogy... El tudom rólad mondani, hogy egy nagyon szerény lány vagy, aki... Tök jó, hogy mindenre válaszolsz, és valóban egy csomó régi szépségkirálynő nem válaszol, és nem is olyan szépek, mint te vagy. Ez nem, volt ezt, itt a... nem erre gondoltam. De most ezt komolyan mondom egyébként. Köszönöm. Edináról azt el kell mondani, hogy a táborban is minden lehető díjat megnyert, kivéve a Miss Talentet, ahol ugye nem és ő nyert. És a Miss Bikinit pontosítanék. És a Miss Bikinit, de minden kettő második lett. Összesítésből is ő nyert, és közönségdíjat is te nyerted. Tehát pontosan. Eddig a legsikeresebb királynő vagy. Igyekezni úgyhogy, fogok. És még minden kérdésre válaszolsz is. Oké, okay, jár a taps. Nekem akart bókolni, és a végén ő jött ki pozitívan, megint. Közben térjünk vissza. Itt mi történt közben, míg elkalandoztunk? Ja, a kő? Egy fényzselével, igen. Ja, a kő igen. És a jó. Fényzselés, készen is vagyunk. Úgyhogy fixálom a fényzselémet. És valóban annyira egyszerű, hogy elmondtad. Ha lesz egy igen. Kis időm, majd a jövőben, akkor talán kipróbálom. Anyu, modellnek? Melinda, még én egyet kérdezhetek, hogy milyen igen. Fényzselét raktál a tetejére? Bármilyen fényzselé jó a transferfóliára? Vagy Topsil Light. Én Topsil Light-ot raktam rá. De az Easy Off Top is jó rá. Szóval én annak örülök, hogy ez a Foil Glue nevű, fólia zselé nevű anyag, ezzel az újfajta fóliával egy nagyon szuper, nagyon króm hatást tudott produkálni. Igen, és én készültem még egy másik körömmel, csak hogy a kristálnéznél maradjunk. Tedd összébb az ujjaidat? Várjál, húzd beljebb, a hosszú ujjadat húzd beljebb. A nagyot ja. Is bele kell számolni? Látjátok? Igen, nagy... a nagyot is majd. Hogy kezdődik? Én nem látom ja, ott innen. Van a rombusz. Igen. Melinda, köszönjük szépen, nem az arcomat festette, de ez így hát is jó. Nem. Lehet, hogy az mondjuk nehezebb lett volna ezzel a fólia zselével, de... Tehát kristálnélsz le, jól látom? Így van. Beleírva. Kristálnélsz, és jó. A rombusz logó, gyönyörű. Ami a tégelyek tetején megjelent. És senki másnak nincs ilyen tükrös... Letejük égel, csak a kristálnéznek. Na jó. Akkor most már megtapsoltuk, Melinda, ez a finish kép volt? Így van. Akkor ez Melindának szólt. Köszönjük szépen. Köszönöm én is. Köszönjük. És akkor a képzését gyorsan mondd el. Melindának van egy új képzése, amit az ÖSZTÉL katalógusnak a
utolsó előtti oldalán találtok. Melinda zselés körmök a zselés világbajnoktól 4 szalonforma nevű képzése ez, amire most éppen látjátok is itt a képen. Miről is szól ez, Melinda? Hú, lemaradtam, bocsánat. Nem figyeltem. Egy ott a kivetítőn van a képzésed, nem az, nem az, nem az, nem az. Ez. Nem ez, ez. Igen. Jó. Ez az pont, előadásom. Ez az előadásod, nem és baj. A képzésed. Jó. Mutatjuk kamerába. Nincs több aki. Ezt a kamerát kérjük. Szuper. Jó, tehát ezen a képzésen 4 szalonformát fogok bemutatni, vagyis hát tanulhattok. Ez a kezetekben van ez a katalógus, ez teljesen új képzés, 22. oldal. Jó, tehát egy kocka, egy hagyományos mandula, egy Marilyn és egy gótikus mandula, teljesen szalonkivitelben, és azokkal a szalon problémákkal, amik felmerülnek ezek megoldásával, illetve hát... Azért én ennél a képzéseknél egy pici fordulatot is bele fogok majd vinni, ami egyébként majd ott fog kiderülni a képzésem, hogyha eljöttök. És ha eljöttök majd a körmös napra, októberbe, akkor ott lesz Méhész Alexandra, neki is van új képzése, 23. oldal, látjátok, érdemes odalapozni, távolítok, mert ott van alul még egy fontos köröm. Jó, és akkor menjünk vissza Nikihez. Vétek Nikolett. Kész vagyok, csak köt a lámpába, és azt is láthatjátok, hogy azért lehet sicsúgy, és megcsinálni ezeket a kidolgozott virágokat. Sicsúgy, vedd ki a lámpából, nem baj, ha nem kötött meg. Az baj lenne, de megkötött. Baj lenne? De megkötött, vedd ki. Akkor én addig elmondom Niki képzéseit, amíg na megköt. Jó, akkor gyerünk. Nikinek van egy megújult szalon szilk porcelán díszítések képzése, ami háromdimenziós, mégis hordható látványos mintákat jelent. Van egy megújult extrém festés extrém színekkel, ahol szalonra szabott díszítéseket sajátíthattok el, vamúv akril festékekkel és extrém akvarell plusz festékekkel, illetve van még egy az új generációs szupergyors szalon díszítések nélárt krisztalakkokkal. Ez volna az, amiről most beszéltem. És akkor mutatunk egy finis képet, Niki? Mutattunk, de tőlem mutathatunk. Miért? Nem mutatod meg? Vagy milyen lett? Mutattunk? De már megmutattunk. Ja, csak még nem tapsoltuk meg. Tapsoljuk meg, akkor köszönjük szépen Nikinek ezt a szép munkát. Niki mindig szépen díszít. És akkor elérkeztünk az utolsó momentumhoz. A kedves kis kérdező partneremet, a szépség királynőt, az ideit felkérném, Edina, hogy húzzad ki a nyereményeket, tombola. Jó, első jelen. Keverjem jól össze? Keverd jól össze. Jó. Melyik az? A harmadik helyezett, ugye? Ez milyen csomag? Mi? 20.006 forint értékű csomag. Közben én ki is húztam. Ha nincs akkor... itt, akkor jön a következő húzás. Tavaly francia sztárvendégünk, francia viszonteladónk húzta ki, és mindig mondta, hogy zsö nyertes, most pedig na, Edina. Ne csigázzuk, tehát a nyertes Szitás Nikolett. Szitás Nikolett, aki... Van ilyenünk? Tárnoki. Egyszer volt két ugyanolyan nevű nyertesünk. Egyelőre nem látok. Tehát a tárnoki Szitás Nikolettet várjuk. A 20.006 forint értékű csomagért. Senki? Amíg... Jön. Van? Fut. Érdemes tombolát nyerni, mert a legelső tombola nyertessel még mindig tartom a kapcsolatot, aki az első körömhajón nyert. Azóta oktató is. Ez egy tök véletlen egyébként. Na, hol van? Jó, jó. Ó, nem baj. Megvárunk. Úgy látom, hogy Szitás Nikolett tárnok. Tök jó, hogy nyertél. Gratulálunk. Gratulálunk. Hozzá. Köszönjük szépen. Köszönjük.
De ezek a puszik. Ennyi puszit. Jó, akkor húzom a következőt. Jó, ez milyen? Ez kerek 30 ezer forintos. Jó. Ez a 30 ezer forintos csomag. Ki nyerte, Dina? A következő nyertesünk Farkas Adrián. Farkas Adrián, Budapest. Aha. 15. kerület. És megvan? Már látom is, ha minden igaz. Megjött. Te vagy az? Gratulálunk. Gratulálunk. Köszönöm. Ezt belerakjam? Neked is hagyja, hogy te húztad ki. Gratulálunk. Edina is kap, mert ő húzta ki. És jó, akkor és a főnyeremény? Az első helyezett 50.290 forint értékű csomag. Tehát az első helyezett nem más, mint... Mint? Ivancsó Katalin. Ivancsó Katalin. Encsről. Visszhang? Tessék? Visszhang volt, nem, én vagyok a én nem vagyok a te alteregod. Ikrek vagyunk. Egypetélyű ikrek. Megvan? Jön, elvileg. Tegye fel a kezét. Látjuk, látjuk. Tábor lakó. Na ezért érdemes táborba menni. Edina kihúz titeket. Helyet, utat a nyertesnek. Kérünk szépen. És akkor hol a nyertes? Ott jön. Jó. Gratulálunk a nyertesnek. És akkor gyere puszira gyorsan, mert akarok mondani egy búcsúbeszédet. Nem, ez a milyen kez a papír? Te vagy az? Hello. Gratulálunk. Na, és akkor azt szeretném mondani, hogy szépen, nyugodtan, lassan menjetek le a hajóról. Nem indul még a hajó, egy picit várunk, amíg mindenki leszáll, aki nem jön velünk. Családi hajókázásra megnézzük az egész Dunát, Budapest látványosságait. Köszönöm szépen mindenkinek. Ez volt a Körömhajó 2014 ősz. Várunk titeket október 26-án. Tegye fel a kezét, aki jön október 26-án a Körmös napra. Mehet-e? Jó, mindenki jön. Megint lesznek újdonságok, a Körmös napon is lesznek. Visszavárunk titeket. Ugyanilyen nagy figyelemmel és ugyanilyen csinosan gyertek. Vastag Csaba ugyanott nem lesz, de én ott leszek. Szóval ez a lényeg. Köszönjük szépen. Köszönjük sziasztok. Szépen, sziasztok. És hát kellemes őszt kívánunk nektek. Még egy kis napsütés mindenképpen jár. Köszönjük szépen. Köszi szépen.